Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Folytatjuk városismereti sorozatunkat, a Városrészek titkai című műsort, melynek állandó szakértője Váci Márk történész, városkutató, aki most is itt van velünk. Köszöntelek nagy szeretettel. Én is köszöntök mindenkit szeretettel, és természetesen téged is. Még néhány műsor elején elmondjuk, hogy a városrészeket már bemutattuk ebben a sorozatban, de mindig találunk valami új titkot, amit érdemes teleplezni. Most máshogy keresgéljük ezeket a titkokat. Ebben a műsorban például egy régi polgármesterről lesz szó. Kit is hoztál el a mai napon? Úgy gondoltam, hogy ha már dr. Sára Gyulát méltattuk az előző adásban, akkor Havranek Józsefről, az elődjéről is mindenképpen érdemes megemlékezni. Már csak azért is, mert Sára Gyula kapcsán Havraneknek leginkább az utolsó néhány évéről beszéltünk, ami már ugye a bukás időszaka. Igazából, de hát beszéljünk sikerekről is, illetve magáról a családról, hiszen egy régi fehérvári családról van szó. És akkor most kérem a tévénézők figyelmét, hogy tessék nagyon figyelni, mert ez az a rész, amihez egy picit le kell ülni, a többit lehet akár háttérből is hallgatni, de itt le kell ülni és figyelni, hát nagyon szövevényes, de érdemes ismerni. Vagy érdemes visszanézni többször, mert ahogy szoktuk mondani, egyes esetekben a Havranek családnak is körülbelül a fél város a rokona volt. És hát ezt gyakorlatilag napjainkig le lehet vezetni nagyon szépen. Majd fogunk mutatni néhány fotót, gyászjelentéseket például, amelyekből az egyértelműen kiderül. A történészek kedvence. Hát legalábbis az én egyik kedvenc forrástípusom mindenképpen. A magáról a Havranek családról, hogyha beszélünk, akkor 1535-ig nyúlik vissza a történetük, legalábbis a nemességüket 1535-ből eredeztetik. Egy sziléziai felmenőkkel rendelkező családról van szó, akiknek egyébként az első tagja, akit név szerint már említenek, 1655-ben egy Miklós nevű illető, aki nem biztos, hogy tényleg Miklós volt, lehet, hogy ez egy magyarosított keresztnév igazából. Hát ezzel ugye nagyon sokszor találkozunk. Nyilván, amikor Havranek József például elkezdte kutatni a saját családfáját ugye a 19. században, vagy akár a 20. század elején is, azért divat volt ugye az idegen keresztneveknek a magyarítása, mondjuk akkor így, vagy magyarosítása. Tehát lehet, hogy éppenséggel Mihály volt, vagy valami teljesen más. Minden esetre fent maradt ez a név, és innentől tudjuk igazából már név szerint a családnak a leszármazó tagjait. 1785-ben telepedtek le egyébként Magyarországon, tehát II. József uralkodása idején, ugye Mária Terézia, illetve II. József uralkodása idején volt az jellemző már a török után, hogy ugye elindultak a nagy betelepítések a Magyar Királyság területére többek között, és hát természetesen Morvaországból, Sziléziából is érkeztek telepesek, de ugyanígy érkeztek ugye a mai Ausztria, Németország területéről, ugye az úgynevezett svábok, ezen a gyűjtőnéven ismerjük őket. És hát a Havranek családnak a történetében a Magyarországra költözéstől kezdve gyakorlatilag végig vonul az, hogy valamelyik Havranek fiú általában egy, akkor nevezzük is, sváblányt vett feleségül. Tehát 1785-ben is, ugye ennél a Havranek Vencelnél ugyanezt tapasztaljuk, hiszen Valc Borbálát vette feleségül, tehát itt már megjelenik ugye egy szláv, illetve sváb házasság. Lehet, hogy rossz helyen mondom, csak folyamatosan az motoszkál a fejembe, hogy az 1700-as évek vége Székesfehérváron azért is jelentős volt, mert nagyon sok templom épült, és ezekben a templomokban is nagyon sok német eredetű művész dolgozott, ugye? Hát ez ugye a barokk időszaka, igazából Székesfehérvár ebben az időszakban lehet azt mondani, hogy német város, hogyha ugye a belvárost és környékét nézzük, illetve hogyha a palotaváros környékét nézzük, akkor pedig ugye délszlávok lakják zömmel. Tehát a belvárosban épül ugye ekkor a legtöbb templom, illetve a szerb templom is egyébként ebben az időszakban épül. Ugye a barokk korában vagyunk, amikor azért a személyes vallásosság hangsúlyossá válik a közösségi vallásosság mellett, a pompa, mint olyan, ugye az Isten dicsőítése, a szerzetesrendek templomai,
bár ugye pont ez az időszak az, amikor a szerzetes rendeket, például Mária Terézia időszakában a jezsuitákat ugye száműzik Magyarország, sőt az egész birodalom területéről, II. József idején gyakorlatilag szinte az összes szerzetes rendet feloszlatják, mégis azért ezek a templom építkezések mondjuk Mária Terézia idején zajlanak, és hát II. József alatt érnek véget többnyire. Tehát említhetjük itt a Kármelita templomot, említhetjük ugye a Ciszter templomot, ami először jezsuita, aztán pálos, majd a Ciszterrend tulajdonába kerül, és ugye gyakorlatilag ma is rendi templomként működik, és még számos egyéb olyan templomot, akár a bazilikát, ugye a székesegyházat, hiszen 1777-ben válik ugye önállóvá a Székesfehérvári Egyházmegye, Mária Terézia alapító levelével, amely szintén ebben az időszakban épül. És hát van még néhány kisebb kápolna, amelyeket mondjuk felújítanak ebben az időszakban. Középkori eredetű kápolnákról beszélünk elsősorban. Egyébként maguk a templomok is általában olyan helyeken épülnek, ahol korábban valamilyen templom állt. Tehát ugye a középkorban volt egy adott templomos hely, amit általában a törökök ugye átépítettek, és vagy Isten tiszteleti, vagy egyéb célra használtak, és ezt, amikor visszafoglalták ugye a keresztény seregek a várost 1688-ban, elkezdték újra használni. Például a bazilika romjai között is miséztek, tehát a mai romkert területén ugyanúgy abban a romtemplomban, ami itt maradt a török után. Tehát ez egy általános szokás volt, és ahogy említetted, igen, itt megjelentek elsősorban német származású mesterek. Ez köszönhető többek között annak is, hogy például a jezsuit renden belül is sok volt a német származású illető személy. A ferenceseknél ugye inkább a délszlávok, bosnyákok jelentek meg hangsúlyosan, főleg már a török idők után, de a török idők alatt is. És hát gyakorlatilag ugye a polgárságnak az ömét is a városon belül, tehát akik polgárjoggal rendelkeztek, azok részben ugye német, osztrák, tehát mondjuk azt, hogy sváb származások voltak. Így a havranekék is. Hát igen, részben ugye egy különböző áttételeken keresztül, tehát igazából különböző vegyes nemzetiségek közötti házasságok köttettek, és ugye így alakult a családnak ez a vonala. Első Ferenc volt az az uralkodó, aki 1797-ben címeres levelet adott egyébként Havranek Józsefnek, a család egyik ősének, és hát gyakorlatilag a magyar nemesek közé került ez a Havranek József, illetve maga a Havranek család is igazából. Tehát innentől kezdve már beszélhetünk róluk úgy, mint magyarokról, magyar családról egyáltalán. Aztán Havranek Ferenc Mészáros volt az, aki 1801-ben született Óbudán, és Staub Teréziával kötött házasságot. Tehát szintén egy ilyen, mondjuk azt, hogy nemzetiségek közötti házasság, bár hát ugye már Havranek Ferenc is egy, mondjuk azt, hogy vegyes etnikumú családból származott itt ugye a különböző házasodások révén, és gyakorlatilag őt tekintjük egyébként a dinasztia alapítójának, hiszen ő volt az, aki a feleségével, illetve a legidősebb fiúkkal az 1829-ben született Antallal Székesfehérvárra költözött. Tehát a 30-as évek elején jöttek ugye Fehérvárra, és 1841-ben nyertek egyébként polgárjogot, ami azért meglehetősen fontos volt ebben a tekintetben. És akkor itt megint szükség lesz egy magyarázatra. Mit értünk az alatt, hogy polgárjog? Polgárjog az gyakorlatilag azt jelenti, hogy innentől kezdve válik valaki mondjuk egy városnak a teljes jogú polgárává. Tehát amikor például valaki egyetemi polgár, akkor általában, hogyha vannak ilyen irányú rendelkezések, mondjuk akár az egyetem alapítás időszakából, és ezt valahogy így hagyományban tisztelettel megőrzik, vagy pedig ez egy létező jogi formula, általában egyébként az előző, tehát ez egy fennmaradt hagyomány, ami gyakorlatilag azt jelenti, én például Pécsre jártam egyetemre, ugye aki egyetemre jár, az egyetemi polgárnak minősül, ugye így nevezik, és aki egyetemi polgár Pécsen, az például pécsi polgárnak is számít, és hát ilyenkor szokták elmondani, főleg a történelem szakon, ugye az oktatók, hogy hát a pécsi polgároknak milyen jogosultságaik voltak, például a fakitermelésnek a joga volt egy ilyen jog, amivel ugye nem mindenki rendelkezett, hiszen ha nem volt az adott városnak a polgára, tehát nem volt ugye polgárjoga, akkor
nem élvezhetett egyébként különböző jogokat, mondjuk azt, hogy kiváltságokat. Tehát azzal, hogyha valaki beköltözött Székesfehérvárra, még nem jelentette azt, hogy polgárjoggal rendelkezett? Nem, hiszen igaz, hogy az üzletnyitáshoz például, vagy a kereskedéshez ugyanúgy engedélyt kellett kérvényezni, de aki például nem rendelkezett polgárjoggal, annak ezek a jogosultságai sem voltak meg. Tehát az, hogy mondjuk valaki megnyisson egy fogadót, egy kocsmát, különböző fokozatokat mondhatnánk, hogy akkor étterem, vendéglő és a többi, egy szállót, szállodát akár, panziót, kis üzletet, műhelyt működtessen, bármit, vagy egyáltalán szavazhasson például különböző ügyekben, vagy a közgyűlés tagja lehessen, a közgyűlés tagja is csak az lehetett, aki fehérvári polgár volt. Tehát aki nem rendelkezett polgárjoggal, az nem rendelkezett gyakorlatilag sem választójoggal, illetve választható sem volt a közgyűlés tagjai közé. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont. Nyilván a polgárjogot elsősorban azok érték el hamarabb, akik ugye megfelelő bevétellel rendelkeztek, tehát mondjuk többet adóztak, ugye az ő adójukra szükség volt, és már ebben az időszakban is egyébként az volt a jellemző, és nagyon sokáig még a két világháború között is, nem csak Székesfehérváron, de Magyarországon, hogy a törvényhatóság tagjait például javarészt ugye a legtehetősebb emberekből, az úgynevezett virilis választókból válogatták össze, illetve választották be magába a testületbe, hiszen ugye ők adóztak a legtöbbet a város számára, különböző kereső tevékenységek folytán, tehát úgy gondolták, az volt az akkori elképzelés, hogy minél többet adózik valaki, annál több joga van például beleszólni a város ügyeibe, hogy egyáltalán mire költsék ugye azt a pénzt, amit ő mondjuk a közösbe betesz. Tehát ez nem feltétlenül egy demokratikus elgondolás, azért ezt látni kell, de bizony a polgárjoghoz kapcsolódóan azért voltak különböző, mondjuk azt, hogy olyan előnyök, amelyeket ugye ezek a polgárok élvezhettek. A Székesfehérvárra érkező Havranek ősök miből tudtak adózni, mivel foglalkoztak? Hát ugye Havranek Ferenc mészáros mester volt, tehát ő nyitott igazából egy hentes üzletet, és hát ezzel foglalkozott, egy mészárszéke volt itt a városban, és az ő fiai, ugye az idősebb Antal, azért emlegetjük idősebb Antalként, mert az ő fiát is Antalnak hívták, kőfaragó lett, illetve Antal testvére Lajos szintén a kőfaragó szakmát folytatta, az idősebb Lajos, hiszen neki pedig volt egy ifjabb Lajosként emlegetett fia, tehát egy kőfaragó dinasztia jött létre igazából, ez egy három generációs, tehát mondjuk azt, hogy nem olyan nagyon hosszú történetre tekint igazából vissza, és ugye ifjú Havranek Lajosnak a halálával ennek a dinasztiának a története igazából, mint kőfaragó családé le is zárul, de nagyon jelentős szerepük volt egyébként a város történetében, hiszen az 1840-es évektől ők már dolgoztak folyamatosan Székesfehérváron, meg volt a saját műhelyük, ugye a Királykút épületéhez közel, tehát az akkori vásártéren működött az ő első kőfaragó műhelyük, és egyébként nagyon sokáig ez volt megadva a műhely címeként is, és rengeteg sok mindent köszönhet nekik egyébként a város emlékműveket, épületeket, épületdíszítményeket, ne felejtsük el Havranek Ferencet, aki pedig építészként adta néhány helyi építményhez a szaktudását, a családi kapcsolatok révén ugye tudta ezt a tudását kamatoztatni, aki egyébként az akkori, hát a műegyetem mai elődjének igazából az ipartanodának, a József ipartanodának volt egy kiemelkedő rajztanára, többek között és mérnök tanára. Hát őt elsősorban erről a tevékenységéről ismerjük, de a két Lajos és a két Antal volt az, akik igazából ennek a dinasztiának a fehérvári tagjaiként nagyon sokat hozzáadtak a város kultúrájához. Hogy mennyire szorgalmas és hatékony kőfaragok voltak, igazolja ez a sorozat is, hiszen alig volt olyan városrész, ahol valamelyik Havraneket nem említettük volna, akár egy síremlék, akár egy szobor, akár egy emlékmű vagy egy épület kapcsán. Hát, hogyha elindulunk a városban bármerre, akkor bárhol lehet tartani igazából egy tematikus sétát, akár a környéknek a Havranekféle szobrairól, emlékműveiről, emléktábláiról. Ugye főleg a belvárosban van rengeteg, de ugyanígy én már tartottam például 90 perces előadást is. Abban nyilván nagyon sok minden egyébként bele sem fért.
mert azért itt nem csak egy ilyen telefonkönyv jelleggel beszél ilyenkor az ember, hogy ezt is Havrank Antal készítette ekkor és ekkor ilyen anyagból, és a többi itt áll, hanem azért nyilván egy kis történet is kapcsolódik hozzá, meg hát azért családnak a történetét is ugye érdemes bemutatni, hogy honnan származnak, honnan kerültek Székesfehérvárra, milyen családokkal kerültek például kapcsolatba, ugye házasságok révén. És hogyha már erről beszélünk, akkor mindenképpen érdemes szerintem itt az első képet, Staub Teréziának a gyászjelentését megmutatni. Ugye ő, ahogy említettem, Havranek Ferenc mészáros mesternek volt a felesége, és nem tudom, hogy itt a képernyőn mennyire látszik, de hát meglehetősen sok gyereke volt egyébként ennek a házaspárnak, és hát ebből ugye hármat emeltem ki igazából, ugye Antalt, Lajost, illetve Havranek József volt még az egyik fiúk. Az ő története 1845. január 8-án kezdődik a születésével. Egy örömteli esemény a Felsővárosi Öreg utcában, amiről később majd fogunk itt a műsor végén is képet mutatni. Körülbelül másfél évvel korábban született ennek a házaspárnak egy szintén József névre keresztelt gyermeke, de ő sajnos 8 hónapos korában elhunyt. És úgy gondolták, amikor a következő gyermek megszületett, hogy akkor őt is Józsefnek fogják kereszteltetni. Ez meg is történt, és hát ugye Magyarországnak egyes vidékein, illetve Moldvában, Bukovinában tartja magát talán még ma is az a szokás, hogy egy gyereket ugye adott keresztnévre keresztelnek, és ezt teszik egészen addig, amíg az adott keresztnevet viselő gyermekek valamelyike életben marad. Tehát, hogyha valakit mondjuk Józsefnek kereszteltek, de elhalálozik, akár születés közben, akár később, születik egy másik gyerek, szintén József lesz. És ezzel egyfajta átkot próbálnak meg egyébként legyőzni. Ez csak nekünk furcsa. Lehet, hogy furcsa, igen. Lehet, hogy akkoriban még egyébként a Havranek családban is ez teljesen szokványos volt. Minden esetre itt az volt a lényeg, hogy a József nevet kapta ez a gyermek is, akinek aztán meglehetősen sokat köszönhetett egyébként Székesfehérvár. Az életének a 72 éve alatt azért 30 éven keresztül volt ő többek között a városnak a polgármestere, tehát már ez sem akármilyen teljesítmény, illetve 6 éven keresztül volt ugye a városnak a városkapitánya, majd erről is fogunk beszélni, hogy ez mit jelent pontosan. Hogyha még egy picit vissza tudjuk hozni ezt a gyászjelentést, akkor azt is érdemes megnézni, hogy Staub Teréziának a vejei között például milyen nevekkel találkozhatunk. És akkor itt rögtön ugye rátérhetünk arra, hogy kikkel állt rokoni kapcsolatban a Havranek család. Tehát, hogyha megnézzük, itt van például Birkl János, illetve Pongrácz Gyula két veje. Ők ugye onnan ismertek, hogy a Fekete Sas épületének voltak egyébként a bérlői, étterem, illetve kávéház tulajdonosok voltak tulajdonképpen, tehát ők bekapcsolódtak a fehérvári vendéglátásnak a történetébe, tehát a Havranekék érintettek ilyen szempontból. Aztán Laufenauer családot, vagy a Langhammer családot is lehet említeni, ugye itt is látszik, hogy német eredetű családokkal is házasodtak, és aztán majd a későbbiek folyamán, hogyha itt más családtagoknak az adataiban kutatnánk, akkor ugye találkoznánk például ifjú Havranek Antal lányával, Karolával, aki ugye Schmidt Ferencnek, az építészmérnöknek lett a felesége, tehát a Schmidlék is beházasodtak a Havranek családba. Özvegy Havranek Ferencné és Staub Teréziának egyetlen dédunokája volt akkor, amikor elhunyt, őt pedig Fellmayer Juliskának hívták. Tehát még a Fellmayer családdal is rokonok voltak. Aztán a Karlékkal szintén, Karlék révén, meg a Fellmayerék révén, a Csitáriékkal, és még lehetne sorolni. Tehát amit Sára Gyula kapcsán elmondtunk, ugye, hogy Havranek József esetében nagyon sokszor felhozták, hogy a rokonait próbált a pozícióba helyezni, és a rokonain keresztül próbált érvényesülni. Na, hát de a félváros nagyon a nehéz volt. Lett volna enélkül egyébként bármit tenni, hogyha a félváros az embernek a rokona. Igen. Így van, ez kikerülhetetlen tehát ilyenkor. Itt igazából ez a lényeg. No, tehát igazából odaig jutottunk el, hogy ugye Havranek József megszületett, és ugye az édesanyjának a gyászjelentését már láttuk, és említettem, hogy ugye azért ez a Havranek család elsősorban a Kőfaragó dinasztia kapcsán ismert, tehát akkor néhány alkotásokat azért érdemes szerintem megnéznünk így képformájában is.
Nézzük akkor a következő képet, ami Idős Antal Szerenágya címet viseli. Igen, hát ez gyakorlatilag egy ilyen munkacím, hiszen így neveztem el ezt a képet. Ez a mai Bástya utca 13-as számú épület előtt készült. Ugye ott van egy kis kőpad, ami ott látszik idősebb Havranek Antalnak a térdénél. Ez az ő saját alkotása, és egyébként ma is ebben az udvarban található meg, a család egykori házának az udvarán, és itt ugye a feleségének és a lányainak ad egyébként szerenádot, tehát azért egy rendkívül idilli pillanatban láthatjuk őket. Ez egy fehérvári kortörténeti dokumentum, hiszen talán az első fotó, ami erről az épületről készült, és hát azért a családi archívumban is természetesen féltve őrzik. És már is megtudtuk, hogy Antal romantikus felfogású volt. Vélhetően igen. Igen. Aztán a következő képen a Szent Háromság emlékmű. A Szent Háromság emlékmű látható. Ugye beszéltem arról, hogy már az 1840-es években a Havranek kőfaragó dinasztia elkészítette a legkorábbi alkotásait. Ugye ez nem egy összevágott kép, tehát hogyha valaki esetleg elcsodálkozna ezen, most nem ott van minden esetre. Mert hogy a bíróság épületét látjuk. Így van, ugye a bíróság épülete is fontos ebből a szempontból. Az is érdekes, hogy a bíróság épülete már egyébként Havranek Józsefnek a polgármestersége idején készül, ugye 1902-ben, és egyébként a díszítményeit azt a Havranek cég készíti, tehát az oroszlános díszítményeket is, illetve a Szegfügyuló utca felől azokat az emberfejes díszítményeket, amelyet egyébként a család egyik leszármazottja Bándi Mártának az elmondása alapján a Havranek családtagok, kőfaragók készítettek. Feleség látható rajta, édesanyja, édesapa, hogyha minden igaz, akkor ugye őket jelenítették meg ezekben az emberfejes díszítményekben. És akkor visszatérve a Szent Háromság emlékműre, ugye azért látható itt ezen a képen, hiszen valamikor itt állt a városnak a kálváriája, a mai Zicsi-ligetnek a területén, és ugye ezt a kálvária sort is egyébként már a Havranekék költöztették át a mai Palotai útra, ugye a hosszú temető felé kimenő szakaszra, és aztán ők is faragták át tulajdonképpen, tehát ők voltak azok, akik restaurálták, és ugye ennek a kálvária sornak a csúcspontja volt tulajdonképpen ez a Szent Háromság emlékmű, amit aztán 1960-ban Bori Jenő restaurált, és akkor került ide a Szent Sebestyén templom elé, ahol ma is áll. Ezzel kapcsolatban egyébként most már én láttam olyan fotót, amit korábbra datálnak, és ott még a Szent Sebestyén templom félig meddig romos állapotban látható. Tehát valószínűleg előbb megtörtént ez az átköltöztetés, és aztán 60-ban kapott ugye egy megújult külsőt igazából maga az emlékmű. Minden esetre a szakirodalom ezt úgy jegyzi, hogy 1960-ig állt ezen a helyen. Nem tudjuk pontosan, hogy tényleg így volt-e. Tehát ezek valamikor egy helyen voltak megtalálhatók. Még ha képnél maradunk, és nem térünk vissza Havranek József pályájához, akkor egy síremlékről tudunk beszélni, és meg is tudjuk mutatni. Igen, ugye ez a síremlék olyan szempontból fontos nekünk, hogy az első székesfehérvári Havranekek nyugszanak itt egyébként, tehát többek között a Havranek Ferenc mészáros mester, illetve a felesége, vagy özvegye Staub Terézia, erről hoztam egyébként egy közelebbi fotót, ezek saját fotóim a Csutora temetőből. Az egyik legkorábbi síremlék egyébként, ami ebben a temetőben ma még fellelhető. Tehát nem az, ami legkorábban készült, de a legkorábban fellelhető. Staub Terézia neve még valamennyire látszik egyébként ezen a meglehetősen rossz állapotban lévő síremléken, illetve azt is láthatjuk, hogy a síremléket készítő idősebb Antalnak és Lajosnak például a testvérei is ott kerültek elhelyezésre, öröknyugalomra. A következő kép már inkább a polgármester munkáját dicséri. Ugye már említetted, hogy 1902-ben a bíróság is Havranek József polgármestersége alatt épült, de hogy lássuk, hogy mekkora hatással volt a városra, mindjárt a színházat is tudjuk említeni, ami korábban épült, ugye? Igen, igen. Ugye még egy nagyon picit visszatérve az ő előéletére, ugye, tehát azt említettem, hogy 1845-ben született, majd aztán a Ciszterci főgimnáziumban végezte ugye a középiskolai tanulmányait, és a Kecskeméti Jogakadémiára iratkozott be. 1867. június 3-án lett ő Szőgyényi Marics László főispán kinevezéséből tiszteletbeli aljegyző,
és aztán a pályafutása meglehetősen gyorsan ívelt felfelé, hiszen 4 év alatt először megyei esküt lett, majd pedig az akkor még Fejér vármegyéhez tartozó sármelléki járásnak először a tiszteletbeli, majd pedig a rendes szolgabírája. És hát ezen a pályafutásán ment igazából tovább, viszont a hivatalnoki léte az egy időre, mondjuk azt, hogy megszűnt, vagy zárójelbe tétetett, hiszen 1872. április 18-án lett Székesfehérvárnak a városkapitánya. És akkor itt megkérlek megint, hogy határozzuk meg azt is, hogy mit is jelentett az, hogy városkapitány. Hát idén 2022-ben ünnepeljük ugye ennek a 150. évfordulóját, illetve emlékezünk róla, hiszen nyilván nagy ünnepség ezzel kapcsolatban nem lesz a városban, érthető módon. Hogy mit jelentett a városkapitányi tisztség, illetve hogy hogyan kapcsolódik hozzá a színház. Ugye a városkapitány ebben az időben rendészeti, egészségügyi, illetve iparhatósági feladatokat látott el, tehát ő volt az, aki ezeket felügyelte, illetve a közrendet és a lakosság ellátásának a zavartalanságát, tehát mondjuk azt, hogy a közellátást, ugye. Erre általában háborús időszakokban egy minisztert szokás kinevezni, egy úgynevezett közellátási minisztert. Ezeket békeidőben ugye a városkapitányok oldották meg, későbbi városgazdák. Tehát itt azért a rendőrségnek, illetve a csendőrségnek az irányítása volt egy nagyon fontos feladat. Ugye az iparhatóságot említettem, 1872-ben jelenik meg az ipartörvény, ami ugye megszünteti, felosztatja a céheket, és létrejönnek az ipartársulatok, illetve ipartestületek. Ezeknek a hatósági ügyeit is a városkapitány felügyeli természetesen, aztán hozzátartozik az egészségügy, ugye azért a kórházépítéshez is elég komoly köze van Havranek Józsefnek, tehát ott is mindenképpen még meg fogjuk őt említeni, és hát természetesen a piaci ügyek, tehát például a piacfelügyelet, ami ugye ma a városgondnokság fennhatóság alatt áll, a köztisztaság, és még sorolhatnánk, ami ma már ugye, illetve már a két világháború között is, sőt már az első világháború hajnalán igazából különböző hatóságoknál, illetve közműveknél volt megtalálható, és kiszervezett feladatként működött. Az itt egy kézben volt, és hát hozzátartozott természetesen egy hivatali apparátus, aminek ő volt a vezetője. Tehát lehet azt mondani, hogy a hivatalnoki pályája igazából ezzel folytatódott, de amellett, hogy ő hivatalnok, sőt vezető hivatalnok volt, azért a rendészeti feladatok nem csak hivatalnoki munkát igényelnek például, vagy akár az egészségügy. A városkapitány milyen jogviszonyban volt a polgármesterrel? Hát a városkapitány gyakorlatilag, mondjuk azt, hogy mellérendelt viszonyban működött a polgármesterrel. Ő gyakorlatilag ezeknek a hatóságoknak volt ugye a közös vezetője, és hát nyilván a polgármester is azért felügyelte ezeknek a működését, tehát valamilyen beszámolási kötelezettséggel természetesen rendelkezett, illetve nyilván fontos volt az is, hogy milyen viszonyban van mondjuk a mindenkori városkapitány a mindenkori polgármesterrel, hiszen mégiscsak azért egymást kellett, hogy támogassák ugye a mindennapokban. Ki volt ez időben a polgármester, amikor városkapitányként dolgozott Havranek József? Ez időben a polgármestert Háder Pálnak hívták, aki a dualizmus korának egyik legkiemelkedőbb polgármestere egyébként Székesfehérvár tekintetében. Ha azt nézzük, hogy a dualizmus időszaka 1867-ben kezdődik, akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Havranek József mellett, hiszen Havranek József az, aki majd 1908-ig irányítja a várost, és aztán ugye a dualizmusnak az utolsó időszakában pedig dr. Sára Gyula, és hát azért mindhárman letették a névjegyüket itt Fehérvár vonatkozásában, tehát mindhármuknak nagyon sokat köszönhet egyébként a város építkezésekben, beruházásokban, a kultúra fejlesztésében, és hát tényleg azért lehetne itt az oktatást, az egészségügyet és minden egyebet sorolni. Nos, tehát akkor 1872-től városkapitány egészen 1878-ig? Így van. És hát ugye azért azt mondjuk el, hogy 72-ben rögtön a kinevezése után néhány hónappal történik egy nagyon fontos változás, hiszen április 18-án kapja meg ezt a kinevezést, és augusztus 18-án többek között az ő szorgalmazására, illetve itt Vida Pál nevét mindenképpen meg kell említeni, akinek egyébként ma például tér viseli a nevét Székesfehérváron, ezt szerintem nagyon kevesen tudja. Az egykori Kempelen Imre tér, ami részben ma is megvan, ugye ez a Fehérvár áruházat skála előtti terület, ez a Kempelen tér, és ugye a Távirda,
és a Kék-György utcák találkozásában van egy kis háromszög alakú terecske. Ugye ez az egykori tűzoltó laktanyának gyakorlatilag a sarka, ez a Vida Pál tér. Itt található Vida Pálnak az emléktáblája. Ő volt Havranek József városkapitány mellett az önkéntes tűzoltó egyesületnek az egyik megszervezője, és aztán a professzionális tűzoltóság első székesfehérvári irányítója. Meglehetősen hosszú életet élt, ha jól emlékszem, akkor a 40-es években hunyt el egyébként, már úgy 90-hez közelítve, és nagyon sokat köszönhet neki például a fehérvári tűzoltóság. Tehát az ő nevét általában Havranekkel együtt szokás emlegetni, még akkor is, hogyha a tűzvédelmi alapítványt Havranek Józsefről nevezték el. Tehát az ő kettejük tevékenységének köszönhetően a városkapitányi cím elnyerése után 4 hónappal létrejön ez az önkéntes tűzoltó egyesület, aminek természetesen a városkapitánya vezetője. Tehát még ezt a feladatot is ugye magára vállalja önként és dalolva. De itt jó értelemben mondjuk azt, hogy önként, tehát valóban ő mint kezdeményező és szorgalmazó természetesen a tűzoltó parancsnoki tisztséget is ellátja innentől kezdve. És hát ennek azért nagyon komoly indoka van, hiszen 1837-ben a Felsővárosban, 1843-ban pedig a Rátszárosban pusztít egy hatalmas nagy tűzvész. Ugye részben nádfedeles, részben fazsindejes épületekről beszélünk, ahol azért a távolságok is meglehetősen kicsik. Itt ezek általában földszintes, hosszúházas épületek, tehát a tűz nagyon hamar el tud terjedni, és hát ugye nincsen igazából tűzoltó fecskendő, amit például be lehetne vetni. Vödrökkel oltani egy égő házat pedig meglehetősen nehéz, tehát nagyon gyorsan terjednek ezek a tüzek. A Széchenyi utca környékén is van egy ilyen hatalmas nagy tűz 1843-ban, tehát belátják azt, hogy igenis szükség van rá. 1872-ig eltart ennek a szervezése, de hál' Istennek létrejön, és hát ugye azóta is van egyébként Fehérvárnak tűzoltósága. És akkor még egy nagyon fontos lépcső volt, ami az ő nevéhez köthető. Most már szépen soroljuk, tulajdonképpen ahogy kialakul a várossá válása Székesfehérvárnak. Hát igen, ugye itt a kultúrára gondolhatunk mindenképpen, ugye egy város nem lehet meg színház nélkül, főleg egy nagy város. Fehérvár ebben az időszakban igaz, hogy nagyon sokszor parasztvárosnak emlegetik, még az 1960-as években is egyébként. Iparvárosnak semmiképpen nem nevezhető. Tehát az, hogy van mondjuk egy Fellmayer gyára, ami egy ilyen közepes üzemnek tekinthető, van egy Moncskóféle kékfestőműhely, van egy úgynevezett bőrgyár, illetve aztán a későbbiekben nyílik egy másik is a közelben, vagy Krén Ignácnak a kályhagyára, ezek nem tekinthetők még olyan nagy léptékű fejlesztéseknek, meg beruházásoknak, mint mondjuk majd a 40-es évek elején, ugye a köfém elődjének a létrejötte, tehát az alumíniumipar, aztán ugye igaz, hogy a repülőgépjavító az már ugye részben működik, de hát azért az is jóval később lesz nagyipari üzem, a Videotonnak az elődjéről, a vadásztölténygyáról is ugye 1938-tól beszélhetünk, tehát itt még a nagy üzemek igazából hiányoznak, nincsenek olyan nagy gyárak, mint például Budapesten, hogy mondjuk egy iparvárost ide soroljunk. Elsősorban parasztvárosnak nevezik, tehát ekkoriban még Székesfehérvár, de nagyon fontos a kultúra. És ugye ami leginkább hiányzik, pedig már a reformkor óta ugye jelen van a színház, mint olyan Székesfehérváron, ugye a különböző társulatok révén, az első időszakban vándortársulatok, és aztán megjelenek az állandó társulatok, ugye különböző például a Magyar Királynak a színház termében, a Fekete Sasban, vagy ugye az úgynevezett Győri Házban, amit ma ugye Pelikánként ismerünk, ugye a Pelikán fogadó volt ez tulajdonképpen. Kell egy állandó színház Székesfehérvárnak. És 1872-ben Havranek József városkapitány az egyik kezdeményezője ennek a beruházásnak, ennek az építkezésnek, hiszen a színházi választmánynak is tagja egyébként, és az 1875-76-os évattól pedig a színpártoló vállalatnak is prominens tagja. 1872-ben történik meg, augusztus 22-én ugye a színháznak az alapkőletétele. Erről fotó is van. Ez az egyik legkorábbi székesfehérvári fotó egyébként, amit ismerünk, tehát azért ezt érdemes hangsúlyozni, hogy ez a város történetében egy nagyon korai dokumentum, hogy ott a szomszédban egyébként a Magyar Királynak az épülete látszik, ami ekkor már Hotel zum Ungarischen König néven működik, tehát ugye hotel vagy fogadó a Magyar Királyhoz, vagy szálloda a Magyar Királyhoz.
így magyar fordításban, és hát aztán a színház ugye 1872 és 74 között épül fel, 74-től működik itt állandó társulattal igazából. Még mindig ott tartunk, hogy városkapitány, pedig már csak 15 perc van a műsorunkból hátra, és bizony-bizony az a 30 év is azért majd még jelentős lesz. Nagyon fontos, én azt gondolom, tehát a városkapitányi tisztségében akkor még két dolgot mindenképpen emeljünk ki. Egyrészt ugye az, hogy a nyomozói tehetségét bebizonyítja, amikor egy bankjegyhamisító bandát sikerül neki lepleznie. 1870-es években. Az 1870-es évekről beszélünk, bekerül egyébként az országos hírekbe, és rebesgetik azt, hogy őt esetleg elviszik máshova, mondjuk Budapestre. Ez egyébként a polgármesteri időszakában is felmerül, de hát akkor már annyira ragaszkodik hozzá Fehérvár, hogy erről szó sem lehet. 1878. május 20-án megerősítik ebben a kapitányi tisztségében, tehát ugye 6 évente vannak általában tisztújítások a városban, polgármester választása, városkapitánynak a választása, tehát ezt 6 év után megteszik, újra választják. Itt viszont jön egy nagyon fontos pillanat az ő életében, amikor gróf Zichy Nándor, Fejér vármegye országgyűlési képviselője visszalép az aktuális országgyűlési választások előtt, és az Egyesült Ellenzék jelöltje Juraszek Ferenc főjegyző, városi főjegyző indul ezért a címért, és hát Zichy Nándor helyére pedig a kormánypárt Havranek Józsefet jelöli. Viszont 431-256 arányban alul marad, tehát azért ez nem kis különbség, hogyha azt vesszük. Minden esetre itt megint belép a képbe Szőgyényi Marics László, vármegyei főispán, aki azt mondja, hogy hát szeptemberben lesz egy tisztújítás itt a polgármesteri tisztséggel kapcsolatban, akkor talán Havranek elindulhatna ezen a választáson, és ez olyan jól sikerül, hogy aztán meg is kapja a polgármesteri széket, amiből gyakorlatilag 30 éven keresztül nem is sikerül senkinek kimozdítani. És akkor ezzel kezdődik az a bizonyos időszak, amikor már mint polgármesterként további sikereket ér el és építi a várost. Így van. Ugye a tűzoltóságról beszéltünk, erről is hoztam két képet. Ugye az egyik a Kempelen Imre teret mutatja, a másik pedig a központi tűzőrséget. Azért hoztam ezt a két képet, mert két viszonylag eltérő szögből készült, és talán itt a tűzoltó laktanya mellett futó utcák is egy kicsit jobban látszanak a második fotón, tehát ezt mindenképpen érdemes bemutatni. Ugye a tűzoltó laktanyának ez a jellegzetes tornya egyébként még ma is látható részben ugye visszaépítve, persze már teljesen más építőanyagból, tehát jelképesen ugye ez visszaépítésre került, és ezt ma is megtekinthetjük, illetve azon az emléktáblán, amiről már beszéltem, ugye a Vida Pál téren van egy emléktáblája Vida Pálnak, és van egy magának a központi tűzőrség laktanyájának, azon is láthatók ennek a laktanyának a sziluettjei tulajdonképpen. Ugye az Icsiligetnek a területe az, ami még Havranek József nevéhez mindenképpen kapcsolódik, hiszen 1879-ben zajlik az a nagy országos ipartermény állatkiállítás, ami ugye összekapcsolódik egyrészt gróf Zichy Jenő nevével, ugye a híres Ázsia kutató, utazó, országgyűlési képviselő egészen 1916-ban bekövetkezett haláláig, aki ugye a legfőbb mecénása és szorgalmazója ennek a kiállításnak, és az ő tiszteletére nevezik el 1882-ben ezt a háromszög alakú területet Zichyligetnek, illetve a város megvásárolja azt a zenepavilont, azt az Ötlő Antal öntödőjében készült zenepavilont, ami szintén ide kerül, és aminek a felirata ugye Zichy Jenőnek a díszpolgári címét és az érdemeit hirdeti, ugye a névadónak az érdemeit. Ez ugye ma is látható egyébként a korabeli képeslapon, ami 1907 előtt készült, hiszen 1907-ben adták fel, ez az emléktábla már megjelenik, hogy az akkori törvényhatóság ugye igazából rendeletbe iktatta az ő érdemeit, és ugye az ő tiszteletére nevezte ezt a területet Zichyligetnek. A következő, az szintén egy emlékmű. Nagyot ugrunk, és elmegyünk a Haleszig. Hogy a képeslap 1909 előtt készült. Ez nem a feladási dátumból tudható, hanem abból, hogy ezt egyébként a Havranek kőfaragó műhely készítette. 1888-ban vagy 89-ben
ebben sose vagyok biztos, állították. Ugye 1849-ben volt itt a haleszi felkelés, Hübner András, Gáncs Pál és a többiek neve bizonyára mindenki előtt ismerős, akiket ugye aztán Pesten az új épületben végeznek ki, ugyanottól Batthyány Lajos grófot, az első felelős miniszterelnököt. Az ő emlékükre állították tehát ezt az oszlopot. Egyébként a leírások szerint a bazilika egykori oszlop töredékéből, tehát a koronázó bazilikából származott ez a kőtömb, és 1909-ig ez egyébként csupasz volt. Tehát az a turulmadár, amit most láthatunk, az 1909-ig nem volt itt megtalálható, Bori Jenő készítette el egyébként, ő mintázta meg, és aztán a testvére Bori Pál műhelyében öntötték ki. 1909-ig, mivel ez egy ilyen, hát csupasz oszlop volt, igazából nagyon sokáig gyertyatartónak csúfolták. De ugye egyrészt ez Havranek József polgármesteri időszakához kapcsolódik, a felállítása, illetve a kiegészítése, másrészt ugye a Havranek kőfaragó műhelyhez és kőfaragó dinasztiához. Tehát azért gondoltam, hogy mindenképpen hozzuk ide. Hozta a képet a laktanyákról is, vajon miért? Egyrészt a 17-es gyalogezrednek a laktanyája, ami ugye most a Malom utca, Mésző Géza utca sarkánál Havranek József időszakában készül el, másrészt pedig ugye a Budai úton található egykori laktanya épületek szintén ebben az időszakban készülnek, Saj Ferenc építészmérnök tervei alapján. Ugye a Tiszti Pavilonnak az épülete, ahol ma a cégbíróság, illetve részben a városi levéltár található, szintén erre az időszakra esik. Aztán majd megjelenik később a Vegyes Dandár parancsnokság, ez már 1937, tehát jóval későbbi időszak. Egy katonai területről van szó alapvetően, illetve ott a Budai út környékén is ugye az ezredeknek köszönhetően egy katonai terület jön létre. Ezek a beruházások mind-mind Havranek József polgármestersége idején történnek. A következő kép számomra arról árulkodik, hogy visszatérünk Havranek József pályájára, amellett, hogy a sok neki köszönhető helyről és emlékről természetesen az ő életéről is szól ez a műsor, ez a beszélgetés. Itt egy portrét láthatunk róla, még ifjú korában készült, de már valószínűleg egyébként a polgármesteri időszakában, tehát egyfajta polgármesteri portrénak tekinthető. És hogy hogyan is nézett ki az ő munkahelye, 1896-ból van itt a Városházáról egy ábrázolás, ugye ez még a régi épület, ugye háttérben látható a bazilikának az egyik tornya, látható az úgynevezett Városház köz, amin egyébként ma is lehet ugye közlekedni, a mellette álló 1936-37-ben lebontott Bierbauer háznak az zárt erkélye, ami ugye átkerült a Városháza főépületének a bazilika felőli homlokzatára, tehát ez mind-mind megtalálható. Így nézett ki Havranek József polgármestersége idején még ez az épület, amikor egyébként a szomszédos épületek még nem tartoztak a város tulajdonába, tehát ezt is mindenképpen érdemes kiemelni, hogy igazából ebbe a házba volt gyakorlatilag beszorulva a teljes városi hivatali apparátus. El tudjuk képzelni, hogy a maihoz képest ez mekkora szorultságot igen, okozott. Igen, nyilván mondjuk. Nem volt 100 000 lakósa sem a városnak annak idején. Természetesen, így van. Együtt változott. Így van. A Szent György kórházról hoztam egy képet, ez 1927-ben készült, ekkor volt ugyanis dr. Berzsenyi Zoltán kórházi főigazgatósága idején egy nagy fejlesztés. 1901-1902-ben épült egyébként maga a kórház, Hübner Jenőnek a tervei alapján, szintén a Havranek érában. Ugye többek között a csalai előnevet kapott az uralkodótól Kégl György, akinek ugye a kórház felépítését is köszönhetjük, és nem véletlen, hogy az egyik kórház felé menő utca is ugye az ő nevét viseli már a 10-es évektől kezdve. Tehát 1902-ben átadják ezt a kórházat az évelején, és 27-ben van a következő nagy fejlesztés, ahol már többek között 120 ágyal szerelik fel a kórházat, különböző pavilon épületeket építenek még, és ugye a kép középpontjában látható két úriember, az egyik bajuszos dr. Berzsenyi Zoltán szivarral a kezében, a másik szintén szivarozó úriember, akinek egy kicsit tömöttebb a bajusza, ő pedig ifjú Havranek József, vármegyei Alispán, annak a Havranek József polgármesternek a fia, akiről most egyébként beszélünk. És tehát az édesapa és a fiú is egyaránt kapcsolódik egyébként a kórház történetéhez. Nem feltétlenül az egészséges életmódot reklámozzák a kórházzal kapcsolatban. Igen, ez egy érdekes dolog mindig, de hát hogyha megnézzük az 50-es vagy a 60-as évek
évek filmjeit, akár egy Latinovics filmet, amikor a műtőben dohányoznak, szerintem az sok mindent elmond. Még szerencsé, hogy változott a világ azóta. Így van. Visszatérünk Havranek Józsefhez. Havranek Józsefhez még azért egy rövid időre mindenképpen visszatérünk. Ugye az a sok minden, amit elmondtunk róla, ami az ő idejében készült, az rengeteg pénzbe került. Tehát ezt talán mondani sem kell. Nem voltak olyan központi állami támogatások, amelyekre a város támaszkodhatott. Most nem feltétlenül kell összevetnünk a mai időszakkal, de el kell mondanunk, hogy bizony, akkoriban a városok a saját adóerejükből éltek igazából, és nem véletlen az, hogy Havranek Józsefnek az utolsó tisztújítás időszakában, hiszen 6 évente őt újra választották folyamatosan, már bizony nagyon komoly pótadókat kellett kivetnie itt a székesfehérvári lakosokra, kereskedőkre, iparosokra, nagy adózókra, kisadózókra vegyesen, hogy azokat a hiányokat a költségvetésben, amik keletkeztek, azokat a lyukakat valahogy be lehessen tömködni. Hiszen rendkívül sok pénzáldozattal járt ez az egész, nem mellesleg megjelent egy-két szélhámos is a színen, akik meglehetősen nagy összegeket csaltak ki egyébként a polgármesterből, aki sajnos már erre az időszakra azért eléggé, mondjuk azt, hogy hiszékeny és megvezethetővé vált. Egyébként az újságcikkek erőszeretettel írnak arról, hogy ő rendkívül jó közgazdasági érzékkel rendelkezett, tehát azért a számokat ismerte. Gazdasági mutatókkal is valamennyire tisztában volt, illetve jogakadémiát végzett, tehát jogi szakember is volt. Sajnos voltak olyan hivatalnokok, akik a 30 év alatt meglehetősen magas polcra kerültek, és akik hát kvázi másodlagos városvezetőként itt szépen csődbe vitték aztán Székesfehérvárt, illetve a költségvetésben akkora hiányokat csináltak, hogy ezt már Havranek Józsefnek nem volt sem ereje, sem ideje felszámolni, és hát bekövetkezett az ő bukása ebben az időszakban, és 1908-ban megtörtént az, hogy a városi közgyűlés, az akkori törvényhatóság összehívott ugye egy tisztújító közgyűlést, amin dr. Sára Gyulát, az ellenzék jelöltjét polgármesterré választották, és ugye dr. Sára Gyuláról elmondtuk azt, hogy hát bizony ezt a tisztújítást ő törvénytelennek minősítette, és pályázati úton lett végül is Székesfehérvárnak a polgármestere. Havranek Józsefnek az érdemét meg gyakorlatilag 1908-tól fokozatosan felejtette a város, nem csak a városnak a későbbi vezetése, de gyakorlatilag a városnak a polgársága, lakosság egyaránt, és aztán 1917-ben, amikor az ő halála bekövetkezett, talán akkor volt a következő olyan gesztus a város részéről, amikor már azért pozitív színben tüntették fel, hiszen egyrészt Fehérvárnak díszpolgára volt, Fiumevárosnak szintén, hiszen nagyon fontos kereskedelmi, illetve kulturális kapcsolatok alakultak ki a két város között. A Vaskoronarendnek volt ő a kitüntetettje, és számos uralkodói kitüntetésnek volt a birtokosa. Ráadásul 1917-ben ő már özvegyemberként hunyt el, 2 gyermek maradt egyébként a házaspár után, Padányi Gulyás Amáliát vette feleségül, egy református lelkész dinasztiának az egyik leszármazottját, és az ő sírjuk egyébként a Csutora temetőben található. Havranek Józsefnek a családi, illetve a városi gyászjelentését hoztam ide illusztrációként, illetve a síremlékről is egy képet, ugye Sára Gyulánál bemutattuk azt, hogy hol található a hosszú temetőben egy térképen, itt azért nem kell bemutatni, mert hogyha valaki a temető kápolna felé indul, akkor rögtön bal oldalon a kápolna mellett meg fogja találni ezt a síremléket, amin egyébként a szülők neve mellett olvasható dr. Havranek József, vagy 1938-ból Ecsedi Józsefnek a neve, ugye az ő fiuk, akiről már szintén volt szó, az ő felesége, illetve a lányuk és a vejük szintén ebben a sírboltban nyugszik. Tehát, hogyha valaki a Csutora temetőben jár, akkor nagyon könnyen meg fogja találni egyébként ezt a fekete obeliszket. És néhány illusztrációt hoztam ide még az ő utóélete emlékezete kapcsán. Ugye az Öreg utca felől készült ez a látkép. Az Öreg utca azért fontos a mi számunkra, hiszen Havranek József polgármesteri tisztséget már nem viselt, amikor a város elhatározta, hogy róla fogja az egyik felsővárosi utcát elnevezni, méghozzá azért, hiszen ő a felsővárosban született, és végül is azt a döntést hozta az akkori közgyűlés, vagy törvényhatóság, hogy hát akkor nevezzék el azt az utcát, amiben egyébként a szülőháza is áll,
és ez lett aztán a Havranek József utca, amit szerintem nagyon sokan még továbbra is öreg utcaként ismertek. Illetve még egy utca és épület, ami ugye az ő nevéhez kötődik, az a Zicsiliget 4-es számú épület, Karléktól, a kereskedő családtól bérelte, akik részben egyébként szintén rokonai voltak a Havranekéknek, ugye a különböző házasságok révén. Polgármesteri időszakában ebben a bérelt házban lakott a családjával, és hát természetesen a Havranek József tűzvédelmi alapítvány, egyrészt az ő polgármesteri, másrészt pedig a városkapitányi és tűzoltó parancsnoki időszakára emlékezve ennek az épületnek a homlokzatán helyezte el azt az emléktáblát, amit itt ráközelítve, kinagyítva is láthatunk. Ezúton is köszönet annak a szerzőnek, aki ezt a köztérképre feltöltötte és megosztotta velünk. Tehát Havranek Józsefnek az emlékezete az él egyébként a városban, és én azért is gondoltam nagyon fontosnak, hogy róla beszéljünk, hiszen korábban sokszor emlegettük az ő nevét különböző beruházások és egyebek kapcsán, de leginkább a negatívumokat soroltuk eddig. Hát ha pozitívumokat még akarnánk folytatni, az körülbelül még egy műsort kitenne. De a Havranek családra biztos, hogy vissza kell majd térjünk, hiszen annyi nyomot hagytak maguk után itt a városban. Nagyon szépen köszönöm, izgalmas volt, és nagyon sok mindent megtudtunk Havranek Józsefről. Kedves nézőink, Városrészek titkai című műsorunkban Váci Márk volt a szakértő. Az összeállítással, a műsorral legközelebb 2 hét múlva újra jelentkezünk. Addig is kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra!